Jósiás, Izrael királyának uralkodása alatt született egy kisfiú, akiből később nagy és híres ember lett. A kisfiút Jeremiásnak hívták. Még egészen fiatal korában, talán 20 évesnél sem volt idősebb, Isten megszólította és elhívta őt egy különös szolgálat elvégzésére. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek, mondta Isten. Jeremiás biztosan váratlanul érhette mindez, és emiatt megdöbbent. Uram, uram, kiáltott fel, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Jeremiás szabadkozott, de Isten így bátorította őt. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. De vajon mitől kellett Jeremiásnak félnie, és miért volt szüksége arra, hogy Isten őt megoltalmazza? Amikor Isten kiválasztotta Izrael nemzetét, hogy az ő tulajdon népe legyen, megígérte nekik, hogy gondjukat viseli, megad nekik mindent, amire szükségük lesz, és meg fogja őket védeni minden ellenségtől. Isten cserébe azt várta el tőlük, hogy kizárólag őt imádják és szolgálják. Megtiltotta nekik, hogy más isteneik legyenek, és hogy bálványokat készítsenek, vagy képeket faragjanak valamilyen mennyei, földi vagy vízi lényről. Isten szerette választott népét, és azt akarta, hogy ez a nemzet viszont szeresse őt. Engedelmességük Isten iránti szeretetüket bizonyította volna. És ugyanígy van ez veled és velem is. Az Úr Jézus azt mondta, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Te engedelmeskedsz az Úrnak, és úgy élsz, ahogyan ő elvárja? A zsidók nem így tettek. Isten iránti engedelmesség helyett inkább azt tették, amit ők maguk akartak, és elkezdték imádni más népek bálványisteneit. Néhányszor büntetésként Isten megengedte a zsidó nép ellenségeinek, hogy harcoljanak a választott néppel, és legyőzzék őket. Ilyenkor a nép bocsánatért esedezett, és Istenhez kiáltott, hogy mentse meg őket. Isten sok esetben meghallgatta segélykérésüket, és megmentette őket ellenségeiktől, de ez a nép sohasem tanult hibáiból. Te is hasonló vagy hozzájuk? Kerültél-e valaha nehéz helyzetbe amiatt, hogy gonosz dolgot mondtál vagy tettél? Talán elloptál valamit, vagy az iskolában dolgozatírásnál puskáztál? Aztán rajta kaptak és megbüntettek? A puskázás valaki munkájának a meglopását jelenti. Vagy esetleg hazudtál, hogy letagadj valamilyen rossz tettet? Nem voltál hajlandó az igazat megmondani és beismerni, hogy hazudtál? De később minden kiderült. Teszel-e még olyan dolgokat, amelyekről biztosan tudod, hogy rosszak? Vannak, akik úgy gondolják, hogy amint felhagytál ezekkel a dolgokkal, minden rendbe jön. De nem így van. Isten tud rólad, és előbb vagy utóbb utolér a büntetés. A zsidók bűneinek a következményei hamarosan utolérték a népet. Isten nem engedhette meg, hogy vétkeik büntetlenül maradjanak. Történetünk idejére Izrael nemzete két királyságra oszlott. Az északi királyságot már megtámadta és lerombolta a hatalmas asszíriai hadsereg, és a népet fogságba hurcolta. Amikor a déli királyság uralkodója Jósiás lett, Júdában az összes bálványt ledöntötte, és a néphez felhívást intézett, hogy térjenek vissza Istenhez. Egy kis időre így is tettek, de amint Jósiás meghalt, fia, aki elvetemült ember volt, újra visszatérítette a népet a hamis bálványistenek imádatára. Ebből úgy tűnik, hogy nem fogták fel azt, ami az északi királysággal történt, és velük is éppen úgy bekövetkezhet, hogyha meg nem térnek. Megtérni annyit jelent,
mint igazán bánkódni bűneim miatt, elfordulni régi életemtől, és aztán Istenhez térni, és néki engedelmeskedni. Isten Jeremiást azzal a szolgálattal bízta meg, hogy mondja el a népnek, ha nem térnek meg, akkor országuk és annak fővárosa Jeruzsálem el fog pusztulni. Jeremiás nap mint nap kiment Jeruzsálem utcáira, a körülötte fekvő városokba is elment, hogy figyelmeztesse az embereket Isten ítéletére, és hogy rávegye népét arra, hogy térjenek vissza Istenhez. A próféta sírva fakadt, amint ezt a szörnyű bűnöktől megterhelt nemzetet látta, és arról a rettenetes pusztulásról elmélkedett, amely erre a népre várt. Úgy tűnt, hogy az emberek mit sem törődtek mindazzal, amiket Jeremiás mondott. Egy napon azt mondta Isten Jeremiásnak, hogy menjen el a fazekas házához. A próféta, miközben a fazekas munkáját figyelte, amint az agyagot egy korsó alakjára formálta, azt látta, hogy hirtelen történt valami az agyaggal. Talán egy apró kövecske, vagy valami egyéb kerülhetett a puha agyagba, amelynek folytán a korsó tönkrement. A fazekas minden további nélkül eltávolította a baj okozóját, aztán összegyúrta a készülő korsót a többi agyaggal együtt. A mester újra folytatta munkáját, és egy másik korsó készítéséhez kezdett. Akkor ezt mondta Isten Jeremiásnak: vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Mit is mondott Isten ezzel tulajdonképpen az ő népének? Isten azt próbálta értésükre adni, hogy ő azt akarja, a zsidó nép használható edény legyen Isten kezében. Isten maga választotta ki Izraelt, és mindezt egy cél érdekében tette. E nép által meg akarta tanítani a többi nemzetet arra, hogy ő milyen hatalmas Isten, és eltervezte, hogy meg fogja áldani a többi népet az egész világon a zsidó nép által. Isten egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus zsidóként született. Őt Isten azért küldte, hogy a világ megváltója legyen. Az Úr Jézus az egyetlen egy, aki megigazíthat Isten előtt férfiakat és nőket, fiúkat és leányokat. Valóban ennek a nemzetnek különös küldetése volt. És Jeremiáson keresztül Isten elmondta nekik, hogy szereti őket, és emlékeztette népét arra az ígéretre, hogy gondoskodni fog róluk. De a zsidó nép nem tartotta be ennek a szövetségkötésnek a rájuk eső részét, és Isten nem engedte meg, hogy ez a választott nép megmaradjon bűnében. Ha ők nem akartak olyan néppé válni, amilyennek Isten eltervezte a nemzetnek jövőjét, Istennek jogában állt azt tenni velük, amit a fazekas tett az agyaggal. Mivel ez a nép annak idején szövetséget kötött Istennel, nem volt joga arra, hogy azt tegye, amit ő maga jónak lát. Mi sem élhetünk úgy, ahogyan nekünk tetszik. Isten nem fog minket erőltetni, hogy azt tegyük, amit ő akar. Megvan a választás lehetősége. De egy napon mindenki felelni fog tetteiért. Hogyha a saját magad útját választod ahelyett, hogy Istennek engedelmeskednél, vétkeid miatt szenvedni fogsz. Az emberek gyűlölik, ha ilyesmiről hallanak, pedig ez az igazság. Júda népe sem szerette hallgatni Isten üzenetét, amelyet Jeremiás mondott el nekik. A nép vezetői dühösek lettek, és azzal fenyegették a prófétát, hogy megölik, ha nem fejezi be, hogy folyton arról beszéljen, hogy milyen rettenetes dolgok fognak rájuk következni. Habár néha úgy érezte, hogy abba kell hagynia, Jeremiás nem állhatta meg, hogy ne továbbítsa a népnek Isten akaratát. Nem mindig könnyű azt véghez vinni, amit Isten elvár, hogy megtegyél, különösen akkor, ha a többi ember ellened van. De hogyha az Úr Jézushoz tartozol,
Ő azt szeretné, hogy tudatában légy, hogy ő veled van, és segíteni fog neked engedelmeskedni az ő szavának, amint Jeremiásnak is segítségére volt. Tehát ne félj, bízzál az Úr Jézusban, és ő segíteni fog rajtad. Egy másik nap Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy menjen és vegyen magához egy cserépkorsót. Majd így folytatta Isten. Védj magad mellé néhány embert a nép és a papok közül, és menj ki a Ben Hinnom völgyébe, a fazekasok kapujának bejáratához, és hirdesd ott azokat az igéket, amelyeket én mondok neked. Isten mindent elmondott, amit népe tudomására akart adni. Jeremiás engedelmeskedett az Úr szavának, és a következőket mondta a nép vezetőinek. Halljátok az Úr igéjét, Júda királyai és Jeruzsálem lakói. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Én veszedelmet hozok erre a helyre, mert elhagytak engem, ezt a helyet pedig idegenné tették számomra azzal, hogy más isteneknek tömjéneznek benne, akiket nem ismertek sem ők, sem őseik, sem Júda királyai. Áldozó halmokat építettek a Baálnak, és el is égették fiaikat égő áldozattul a Baálnak. Amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, sőt, eszembe sem jutott. Ezután Isten megparancsolta Jeremiásnak, hogy törje össze a cserépkorsót. A próféta a földre dobta a korsót, amely apró darabokra tört, úgyhogy megjavítani többé nem lehetett. Amint az emberek a korsó szilánkjait szemlélték, Jeremiás felkiáltott. Így szól a seregek ura, úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni. Kis idő múltán a próféta visszatért a városba, a templom udvarába, és ezt mondta. Így szól a seregek ura, Izrael istene. El fogom hozni erre a városra és a hozzátartozó többi városra mindazt a veszedelmet, amit kijelentettem róla. Mert megmakacsolták magukat, és nem hallgattak beszédemre. Amikor Pasúr, a templom főfelügyelője ezeket a szavakat meghallotta, megverette Jeremiást, majd a prófétát őrizetbe vették, és kalodába zárták. Ez nagyon kellemetlen tapasztalat lehetett a proféta számára. Amint az emberek a fogságba vetett Jeremiás mellett haladtak el, valószínűleg kinevették őt, és gúnyolódtak szegény Jeremiáson. Másnap, amikor szabadon engedték, Jeremiás figyelmeztette Pasúrt arra, amit Isten tenni szándékozott. Te pedig, Pasúr, házad összes lakójával együtt fogságba esel, és Babilóniába kerülsz. Ott halsz meg, ott temetnek el. Isten nem akarta azt, hogy népét rabulejtsék és elhurcolják, továbbá, hogy országukat romba döntsék, de a bűnt meg kellett büntetni. Isten bőségesen adott időt nekik, hogy visszatérjenek hozzá. És Isten most is ugyanúgy tesz, ő sohasem változik. Te is megbánhatod bűneidet, és megtérhetsz ő hozzá. Isten nagyon szeret téged, és az Úr Jézus Krisztust, az ő fiát elküldte, hogy meghalljon a te bűneidért. Ő mindenkiért magára vállalta a büntetést, aki őszintén megbánja a bűneit. Ha ő benne hiszel, akkor az ő haláláért és feltámadásáért Isten a te bűneidet is megbocsátja. Meg kell köszönnöd mindazoknak, akik bűneid miatt figyelmeztettek, és arról beszéltek neked, hogy miként menthet meg téged Isten. Jeremiáshoz hasonlóan az ilyen gyermekek és felnőttek azt teszik, amit Isten értésükre ad, hogy tenniük kell. Jeremiás kitartóan figyelmeztette az embereket, és később, amikor fogságba került,
Isten megparancsolta neki, hogy írja le mindazt, amit majd neki fog mondani. A próféta egy Báruk nevű írodeákért küldetett, aki leírta mindazokat a szavakat, amelyeket Jeremiás mondott neki. Amikor végeztek az üzenet leírásával, Jeremiás megparancsolta Báruknak, hogy menjen el a böjt napján a templomba, és amit leírt, olvassa fel az összegyűlt nép előtt. Talán az Úr elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról, mondta a próféta. Amint a nép egész Júdeából és Jeruzsálemből összesereg lett, Báruk felolvasta az Úr üzenetét. A nép vezetői még külön maguk elé hívatták Bárukot, hogy olvassa el előttük is a tekercs tartalmát. A vezetők, miután végighallgatták mindazt, amit az Úr leíratott, megrettentek. A nép elöljárói egy Jehudi nevű embert választottak, és elküldték őt, hogy beszéljen a királynak mindezekről a dolgokról. Jójákim király parancsot adott, hogy hozzák elő a tekercset, és olvassanak fel belőle. A király éppen csodálatos téli palotájában tartózkodott, és egy kandalló előtt melegedett. Itt hallgatta meg az Úr szavát. Miután Jehudi néhány hasábot elolvasott, a király fogott egy kést, szétvágta a hasábot, és darabot darab után a tűzbe dobott. Mindaddig, amíg az egész tekercs elégett. Sem a király, sem a szolgái nem ijedtek meg a tekercs tartalmától. Mindannak ellenére, amit hallottak, nem tértek meg Istenhez, és nem hagytak fel bűnös útjaikkal. Talán azt gondolod magadban, hogy ez különös. Napjainkban is nagyon sok hozzájuk hasonló ember él. Ezek az emberek senkitől sem akarnak arról hallani, hogy ők bűnösök, és szükségük van az Úr Jézus Krisztusra, mint megváltójukra. Ők a bűnös életmód megbüntetéséről nem is akarnak tudomást venni. Nagyon sok ember nem hisz Isten szavának, mindannak, amit a Biblia mond. Te vajon mit teszel? Hallgass Isten szavára még ma. Higgy neki, mert az ő igéje igaz. Engedelmeskedj neki, mert ezt maga Isten mondta. És Isten mindig megteszi azt, amit ő megígért. Júda királyságát és Jeruzsálem városát a csodálatos templommal együtt, amelyet Salamon király épített, végül is a babilóniak romba döntötték. Habár Jeremiás szíve bánkódott emiatt, ő mindazonáltal tudta, hogy ez nem jelentette Izrael nemzetének végét. Emlékszel-e még a fazekasra? Új edényt készített az agyagból. Isten egy új üzenet továbbítását bízta Jeremiásra. A próféta ezt küldte a távoli Babilonban raboskodó zsidóknak. Azt mondja az Úr, hogy 70 év múlva, miután megtanultatok nekem engedelmeskedni, visszahozlak benneteket a saját földetekre. Ez az új ígéret új reményt öntött az emberek szívébe, és megtanulták azt, hogy ne szolgáljanak hamis bálványisteneknek. Ott a fogságban végre megtanulták a leckét. Néha Isten megenged kellemetlen dolgokat azok életében, akik őhozzá tartoznak. Időnként, bár nem minden esetben, Isten a megpróbáltatásokat arra használja, hogy kijavítson néhány olyan dolgot, amely nem ő szerinte való. Hogyha te ismered az Úr Jézust, mint személyes megváltódat, megtanultál-e már engedelmeskedni néki? Őt az első helyre tenni az életedben. Hogyha még nem, akkor ismerd be, hogy engedetlen vagy, és kérd őt, bocsásson meg neked, és tegyen téged igazzá és szabaddá. Aztán engedelmeskedj Istennek mindenben, és ő meg fog téged áldani.
hogyha még nem fogadtad be az Úr Jézust, mint személyes megváltódat, akkor legelőször arra van szükséged, hogy ezt megtedd. Ha megérted azt, hogy szükséged van az Úr Jézusra, és igazán megbánod bűneidet, akkor a következő imát te is elmondhatod. Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és hiszem, hogy az Úr Jézus értem is meghalt. Kérlek, bocsáss meg és vedd el a bűneimet. Elfogadom az Úr Jézus személyes megváltónak. Kérlek, hallgass meg az ő nevéért. Amen.